Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy eléggé fura játékkal fogunk játszani, amit ti ajánlottatok nekem. Innen is köszönöm szépen. Ennek a játékunknak az a neve, hogy a WC krónikái. Ötletem sincsen, hogy mégis mi lesz itt, és hogy mire számítsak. Az biztos, hogy a játékunknak az ikonja egy véres WC papír guriga volt. Hát, előre félek, remélhetőleg nem valami brutál durva horror játék, de hogyha az, az sem lesz nekünk probléma, ugyanis baromira bátrak vagyunk. Na de meg is van már nekem nyitva itt a játék. Még egyébként nem jött ki teljes egészében, ez csupán a demo verzió, de most mi konkrétan egy WC-n ülünk? Nem, még a WC előtt vagyunk csupán, és miért van a kezünkben egy ilyen kép? És miért véresek a falak? Na mindegy, túl sok a kérdés, szóval rá is megyek az új játékra, 2080, és folyamatosan számol nekünk vissza! Jaj, de megijedtem, ne csináljátok, fú de hangos! Lejjebb is halkítom a játékot, szóval békésen itt WC-zünk, erre pedig valaki elkezd kopogni, és miért lett véres minden? És mi ez, ami bejön? Ne csináljátok már! Na ez, tuti, hogy akkor ezek szerint egy horror játék. A WC-ben vagy, méghozzá egy 2008-as bulin. És akkor ki van nekünk itt írva, hogy kérlek, ne rongáld meg a WC-t. Hát bízzátok rám, én nem fogom eskü. Miért van ez így itt elvágva? Nem tudom ezt megjavítani, vagy valami? De villog, szóval lehetséges, hogy kell nekünk valami szerszám hozzá. Hát nem tudom, hogy mégis most mit kéne csinálnom, és hogyan kéne tovább haladnunk, de az biztos, hogy nincsen tükörképünk, ami valljuk be, azért nem túl jó jel, és mennyire gizda neon fény megy így végig. Brutál jól néz ki, elhagytam a filcemet. Azt kell akkor megkeresnünk. Na várjatok csak, a dobozos üvegeket tudom mozgatni, de hát ezzel nem megyek semmire, és mennyire para. Hogy kajakra olyan, mintha egy szellem mozgatná. De az előbb mégis mi történt és mit láthattunk? Miért lett full véres minden? Meg mi volt az a fura lény? A csappal sem tudok interaktálni. Hát oda van írva nekünk, hogy próbáld meg az F-et. Na, nézzétek meg! Az F-fel tudok akkor interaktálni a dolgokkal. Szóval gondolom, hogy ha az F-et benyomom, akkor itt is történik valami, hát történt is valami. De vágod, az előbb nyitottuk meg a csapot. Biztos vagy benne, hogy vizes kézzel kéne ezt csinálni? Megöltük konkrétan saját magunkat. Hát... ez nagyon, de nagyon nem volt akkor jó ötlet. Itt is van a második próbálkozásunk. Szóval akkor ennek a játéknak van egy csomó végkimenetele, és most az előbb az egyiket láthattuk. Na de várjatok csak, hogyha eltömeszelem az üvegekkel a lefolyót, akkor elárasztjuk talán az egész fürit? Nem, nem lehet elárasztani. Hát szerintem, hogy eltűnt az előbb? Így itt nem lesz végkimenetel ennek az egésznek, de már most mondom, hogy ez egy brutál beteg játék lesz, sőt, mondok jobbat, már most az, na de haladjunk is itt tovább, hogy mégis miket tudunk még csinálni, ez a WC nem működik, de azért próbáljunk meg bemenni, kopogni tudunk csak, na de ide vajon be tudunk menni? Nem. Ugyanis valaki elvileg van itt bent. Most pedig már nem is jön ilyen kis plusz szövegbuborék, mint eddig.
Na de ide én be tudok menni. Miért érzem, hogyha belépek, akkor bizony rám fog csukódni az ajtó, de nem, inkább becsukom én saját magamra. Na, nyomjuk meg az F-et. Jobb lenne, hogyha bezárnánk az ajtót. Na, én bezártam, és akkor el is indul a chapter 1. Most visszaüljünk, vagy ne? Annyira beteg ez a játék. Hé, hey, haver, van... esetleg némi WC papírod, és már rendes, nyújtja is a kezét, meg minden. Hát adjunk neki, vagy ne? Adjunk neki, legyünk jó fejek. Hogy először fel kell állnunk, és csak utána tudunk adni. Ja, hogy így meg tudom fogni, egy kicsikét bágos, de hoppá, tessék, haver. Rám számíthatsz. Tudod nagyon jól. Kérlek szépen, mondd azt, hogy nem kell végighallgatnunk most, ahogy intézi a dolgát. Na az biztos, hogy mi nem vagyunk egyedül. És ő akkor hamarosan majd ki fog jönni. Nekünk szerintem... Várjál már! Éppen mondani akartam, hogy nem kell itt tartózkodnunk, de hagyott egy jegyzetet a WC papírra írva, hogy ne menj el. Mégis miért ne? Nem tud olvasni a karakterünk, vagy mégis mi? Vagy rossz a szeme? És most látta csak? Aha, és most meg már sötét van? Ja nem. Hú. Sokkal jobb így. Jó, de mi van akkor, hogyha nem hallgatok rá, és én elmegyek innen? De várjatok már! Nincs is konkrétan... kijárata... ennek a WC-nek, de ez a cetlink pedig azt írja, hogy vegyük rá az itteni WC-ző emberünket, hogy távozzon! Tűnj innen, adtam neked WC-papírt, most már nyomás kifele! Nem hagyjuk itt szegény ártatlan embert végezni a dolgát, de ezekkel egyszerűen nem tudok semmit sem kezdeni. Nézzétek meg! Meg lett javítva a készszárító. De várjál már, ez meg már egy másik? Nem mutasd meg nekik, hanem vizezd be! Na, hát a kérésed számomra parancs, de mégis kiknek nem mutassam meg? Hát kik vannak itt? Akarjuk egyáltalán tudni? Na, vizezzük már be, dobd már bele a vízbe! Hát nem tudom bevizezni. Vagy most a kezem már vizes? Ide biztos, hogy nem tudom bedobni. Na de most? Hoppá, hoppá! Ott is van. Zárd el a csapot, és valahogy jussunk le innen. Jó. Mi? Várjatok már! Ez itt? Egy titkos térkép? Próbáljuk ezt elemezni? De ne csináld meg, hogy konkrétan megjelent itt ez az óra, és ilyen parahangot ad ki! Mi volt ez? Ember! Na tőle megijedtem nagyon, de nagyon! És most ez volt a 6/12-es befejezése ennek a játéknak. De most akkor pedig újra fog indulni a chapter 1-től ez az egész? De akkor brutál sok kimenetel lehet, bár nem tudom, hogy így a demóban mennyi van benne. Na várjatok, jövök ide a WC-re. Be is csukom, és akkor most kezdődik el a chapter 1. Szóval most valahogy mást kéne csinálnunk, mint az előbb. És mondjuk esetleg nem adok neki WC papírt, na. Az eléggé galád cselekedet lenne azért. Nem, nem, nem. Nem adok neki, de várjatok már. Meg tudom nyomni a C-t, hogy sírjunk. Mégis miért sírnánk? De hát figyeljetek, próbáljuk ki.
Miért sírunk? Nagyon remélem, hogy majd elkezdenek lelkizni, miközben mindketten a WC-n vannak, de az előbb nem volt ez így itt. Szóval szerintem folyamatosan minden kimenetel után lesz egy plusz. Most nincsen itt óra sem, meg semmi. És mi van akkor, hogyha bekapogok hozzá? De akkor vajon megint kéne neki adnunk WC-papírt? De nem ugyanaz lesz akkor, mint az előbb? A pisszuárokat sajnálatos módon nem tudjuk használni. Hát nem ez a szörny kapott el minket legelőször? Na figyelj haver! Ilyen jó fej vagyok, és tessék, itt van a WC-papír. És most akkor gondolom, hogy ismételten hamarosan megkapjuk a kis cetlit. Aha, méghozzá, hogy ne távozzunk. És hogyha most nem távozok, akkor meg megint más fog történni? Hogyha így sikeresen bezárkózok a WC-be? De ugyanazt adja nekem. És most akkor ugyanaz lesz minden. És nézzétek meg, ott már csupán a kezünk látszódik. Szóval feljövök ide, bedobom ide, bevizezem. Várjál, várjál, innen jön a szörny. És akkor most lehetséges, ott van már az óra, jó. Jó. Libabőrös vagyok, nem tudom miért. De most akkor be kéne zárkóznunk, és akkor így biztonságban leszünk, és nem fogunk meghalni. Hát az mondjuk felettébb kellemes lenne, hogyha túlélnénk ezt az egészet, így őszintén szólva. De jaj, hú, de megijedtem, ember. Nem gondoltam volna, hogy le tudom venni ezt az órát. De most akkor nem lesz itt semmilyen szörny. Vagy lesz? Nem tudom betörni a tükröt. És mi van akkor, hogyha berakom ezt a WC-be? De nem akartam én ráülni a WC-re. De nem tudom úgy felemelni a WC tetejét, hogy nem ülök rá. Kopogok. Van valamid nekem? Aha, van! Egyre furább ez az egész. Nézd. Ne! De ne csináld! Hát jön a szörny! Ember! Hát de már megint elkapott. Ez ugyanaz a befejezés, mint az előbb. Szóval a 12-ből idáig sikeresen 2 befejezés jött össze. Szerintem hiába demo ez az egész, attól függetlenül kell lennie itt más befejezéseknek is, de ezt most nem fogjuk megnézni, ugyanis ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha bejött nektek, és szeretnétek, hogy csináljunk ebből a játékból még egy videót, amiben megpróbálkozunk más befejezésekkel is, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a főcsatornámmal együtt, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videómban, addig is, szevasztok!